Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 4-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei, ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Ezen a képen látunk egy angyalt, és szimbolizálja a harmóniát. Neki most szép gondolatai és jó tervei vannak. Ennél az angyalnál látható két korsó, az egyik mutatja az aranyat, a napot, a férfiasságot, a másik az ezüstöt, a holdat, a nőiességet, és itt most megvan a nőies és a férfias energia között ez a harmónia, és itt kivirágzik valami. Valamit ki akar egyensúlyozni, vagy keresi veled ezt a harmóniás kapcsolatot, vagy egy találkozást. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Ezen a képen látható egy főpap, és esküszik valamire. Mutatja a hitet. Ő most hisz magában, vagy benned, vagy ebben a szerelemben, vagy az isteni segítségben. Ez neki adja most a belső erőt. Amire ez a kártya még utal, ha ő nyitott érzelmekre, akkor ebben ti megbízhattok. És most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen Justícia istennő látható, az igazság istennője, de mutatja az igazságtalanságokat is. Lehet, hogy most van egy bírósági ügy nála, vagy átélt valamilyen igazságtalanságot, és erről beszámol, de ahogy látjuk itt a képeken, ő megtartja a belső nyugalmát, a belső erejét. Amit ez a mérleg még szimbolizál, az a párkapcsolat, és így közeledik hozzád. Most megtekintjük a napi kártyát. A napi energiát a kutya mutatja. Ez utal a hűségre, de mutatja a baráti kapcsolatokat is. A kérdés az, kiben bízhat, kiben nem, mert ahogy Justícia mutatja, itt voltak igazságtalanságok is, lehet, hogy ez hamis barátságra utal. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!